Május 16-án lesz 271 éve annak, hogy megjelent Nyíregyháza újratelepítésének pátenslevele. Aznap indul az idei Városnapok programsorozata, mondta Úrich Attila alpolgármester. Ez Nyíregyháza történelmének egyik legfontosabb dokumentuma, amely megkönnyítette a szlovák földművelők letelepedését. Az évforduló alkalmából idén, május 16-a és 18-a között szervez ünnepi rendezvénysorozatot az önkormányzat. Új kísérőprogram is lesz a helyi termékfesztivál. 1753. május 16-án megjelent Nyíregyháza újratelepítésének a pátenslevele. Akkor délután lesz egy ünnepi megemlékezés a kis téren. 18-án viszont akkor lesz a főnap, ennek szánjuk. Nagyon sok árussal találkozhatnak, mondjuk két napig lesz termelői piac, nem csak nyíregyházi és nyíregyházi környéki termelőkkel, hanem különböző országokból is érkeznek hozzánk portékákat árulni. Délelőtt színpadi produkciókkal, délután pedig olyan ismert személyekkel, sztárokkal a színpadon, amely nyilvánosan és nagy tömeget vonzhat. Itt lesz a Fricska Tánc Együttes, Jani Csákveca és Kovaszki meg a Vega élő koncerte este 7-kor. Ez pedig a 2024-es város tortája, amely a habcsókos mézes díjú nevet kapta. Megálmodója idén is Kolonnai István mestercukrász, a Sipkai Barna Technikum tanára. Az intézmény szakmai igazgató helyettese elmondta, az előkészületek már elkezdődtek. A torta 2500 tojás, 50 kg liszt, 30 kg cukor és közel 20 kg csokoládé feldolgozásával készül. A gigantikus mennyiségű sütemény elkészítésében 200 tanulójuk vesz részt. 2016 óta már nagyon sok félét készítettünk, és mindig újat kell hozni. Viszont az fontos számunkra, hogy a helyi alapanyagokat használjuk fel, az itt megtalálható alapanyagokat dolgozzuk be ebbe a tortába. Ezért van benne méz, ezért van benne dió, mert ezen a környéken igen jellemző ezeknek a termesztése, és megtalálhatjuk. Ugye két piskóta felvert van benne, az egyik ugye attól érdekes, hogy csak tojásfehérjéből készül, tehát a tojásnak a sárgáját itt nem használjuk fel. Ezt a másik felverthez fogjuk visszapótolni, amitől egy kicsit zsírosabbá válik a tojásban lévő zsíradékkal, amit beleviszünk. És belekerül ugye a méz, a fahéj, szegfűszeg, a kakaó, kicsi reszelt csokoládé, erre kerül rá egy barackíz réteg, erre utána ez a bohém felvert, és rákerül egy diókrém, ami az is a Istvánnak a találmánya, hogy nem egy egyszerű forrázott diókrémet készít tejjel, hanem ezt a tejet visszasűríti, egy sűrű tejkrémet készít, és ezzel fogja elkészíteni, és rummal teszi egy kicsit pikánsabbá ennek az ízét. A nyíregyházi települési értéktár listája is bővül, erről szól majd a Városházán május 17-ére tervezett ünnepség. Az eseményen tartják az Értékes Bokortanyák című fotópályázat eredményhirdetését is. Kísérőprogram idén is a város történeti kerékpártúra, amelyen május 17-én és 18-án is részt vehetnek az érdeklődők. A május 18-ai zenei programok pedig az Orgonák éjszakájával bővül, amit címével ellentétben délután 14 órától hallgathatnak meg a zenekedvelők a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban.